üdvözlök mindenkit, ez itt a Presszó, az Alföld Televízió közötti vitaműsora, mai vendégeim, Bacsó Benyámin, a papista, Tevékeny Szeretett Misszió Alapítvány elnöke, és kedves kollégám, Kopányi Balázs, a Hajdupesz.hu szerkesztője, sziasztok! Jó estét, kívánok! Az Európai Bizottság rendszeresen ad ki úgynevezett eurobarométer uh, vizsgálatokat, most is kijött egy ilyen, és ebből az derült ki, hogy gyakorlatilag az egész uh, kontinensen Magyarország az, ahol a népek a leginkább ragaszkodnak a hagyományos nemi szinte már-már kirívóan nagyon, esetleg bulgária ö, jöhetnék szóba, mint ö, ilyen témbel rendezkedési ország, de egyébként a magyarok azok, akik 10-ből 8-an azt mondják, hogy a, a nőnek a első számú dolga és felelőssége az az otthon is a család rendben tartása, a férfinak pedig az a ö, legfőbb ö, tevékenységi köre, ami be kell, hogy aranyozza az életét, vagy nem aranyozza, hogy hazaviszi a pénzt. Tehát magyar eltartja a családot. Ezt Magyarországon mondjuk 10-ből 8 ember állítja, ugyanez mondjuk skandináv államokban, vagy más nyugatibb államokban maximum 30, esetleg 50 százalék körül van, de inkább a 30-40 a jellemző, tehát releváns különbségről van szó, abszolút te tettenéhető és kézzelfogható. Miért van meglepő, kérdezhetnék a kedves nézők, vagy ti is, Meglepő talán nincs benne, de annyiban mindenképp érdekes, hogy, hogy gondoltok bele, hogy milyen felelősséget ró ez mondjuk a férfiakra is, meg a nőkre is Magyarországon. Ugye a nőkre azért volt felelősséget, mert ugye azt mondják, a, ezzel a sugarja a magyar társadalom nagy része a hölgyek felé, hogy hogy még mindig, hogy te ne a karrierdel foglalkozzál meg azzal, hogy hogyan te ki, teljesedsz ki, hanem azzal foglalkoz, hogy te legyen jó anya, meg gondos feleség, otthon legyen elmosogatva, kitakarítva, legyen jó vacsora, meg a gyerekek rendben legyenek nagyjából. Egyszerűsítve, de erről van szó. De a férfiaknak sem, nekünk se könnyebb, tehát még mielőtt a kedves nőr nézőink felázadnának, hogy, jó, hogy, mennyire igazunk Persze, igen, de nekünk se könnyebb, mert tőlünk meg mit várnak el, tőlünk meg azt várják el, hogy mindegy, hogy hogy vagyunk, mindegy, hogy mit szeretnénk az életbe, mindegy, hogy mire vágyunk, mindegy, hogy mi a karrierámunk, mindegy, hogy hogyan akarjuk felépíteni a személyiségünket. Egyetlen egy, -egy dolog számít, hogy a rakat pénzt hazavigyük, mert nekünk az a dolgunk, hogy eltartsuk a családot. Tehát nekünk se könnyebb, semmivel, mint szerencsétlen nőknek. Na ez most nálunk a berendezkedés, ezt mérték ebbe a vizsgálatba is. Viszont Má, bárhol máshol nézünk szinte, a kontinensen másképp van. Ha lesz ebbe változás szerintetek? kell -e, hogy ebbe változás legyen egyáltalán? Illetve ha lesz változás, akkor miként lehet ezt elérni? Istennek mi tetszik? Na várok, hogy hogy kicsit akkor, akkor... Igen, csak nagyon, tényleg nagyon érdekelne, hogy, hogy, amikor ti beszélgettek, rengeteg emberrel találkoztok. Családról, szerep, női szerepekről, férfi szerepekről akkor mit tudtok mondani, nyilván sok minden, de mit tudtok mondani ezek esetleges ilyen felvetésekre, mint ez is? Nagyon jó a kérdés, és köszönöm szépen. Először is szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy ha már a nőkkel kapcsolatos elvárást, meg a férfiakkal kapcsolatos elvárást elmítetted, akkor ez nem azt jelenti, hogy, hogy 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 pusztán a férfiak fogalmaztak meg nőkkel kapcsolatos, Így hanem hogy ez az össztársadalom, tehát Így hogy a... volt férfi, nő is, Így A legtöbb. Van. Tehát, hogy. Férfiak is nők gondolkodnak így többségében, így tehát hogy nem nem ellentétes neműeket kérdeztek nem. meg. Szerintem ez fontos kimondani, mert hogy ezek alapján egyébként akkor a nőkben is ott van ez a fajta elgondolás, hogy nőként így elsődlegesnek van. azt gondolom, hogy a családomban rendben legyenek a dolgok. Férfiakban is ott van, hogy férfiként azért valahol a családnak a vezetése, a családnak a, a, a védelme, vagy a családnak a, a, az anyagi biztonságának a megteremtése az, az, az számomra egy fontos feladat. Ez az egyik dolog, amit szerintem ki kell mondani. Másik, hogy, hogy pont a vallással kapcsolatban akartam én is így, vagy a hittel kapcsolatban akartam ezt, ezt így összhangba hozni. Ugye, hogyha megnézzük hogy uh, a nyugat, tőlünk nyugatabb és tőlünk keletebbre eső országokat, akkor azt láthatjuk, például amelyik uh, ország ebben a fe, uh, felmérésben uh, nagyon erőteljesen teljesít abban a vonatkozásban, hogy, hogy nincsenek ilyen, ilyen sztereotípiák, vagy teljesen másképpen gondolkodik, hogy az éppen Svédország. Svédországról viszont tudjuk azt, hogy az egyik legvallástalanabb ö, nemzet lett az utóbbi időszakban, ráadásul egy olyan, olyan heterogén összetételű állammá válik, ami hát mondjuk, hogy nagyon sok kihívást rejt magában. Szóval mindenféleképpen megjelenik a hittel kapcsolatos kérdés itt ebben a, ebben a kérdéskörben, és hogyha tőlünk keletebbre nézzük a dolgot, akkor pedig azt látjuk, hogy ott erőteljesebb az egyházaknak a szerepe. Ha a saját helyzetünket nézzük, és pont a kérdésnek az ide vonatkozó részét, akkor azt látjuk, hogy, hogy azért a biblikus emberkép a... Két dolgot biztos, hogy, hogy nagyon erőteljesen állít. Az egyik az az, hogy férfi és nő között értékben nincsen különbség. Tehát, hogy egy nő ugyanolyan értékes, mint egy férfi, és ez oda-vissza kell, hogy álljon. De, hogy azt is mondja a Biblia, hogy, hogy viszont a szerepeiben és a, abban, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen hogy él, abban viszont van különbség. És azt vettem észre, hogy tulajdonképpen ezek a gender irányzatok nem az értékbeli egyenlőséget vitatják ma már, hanem hogy szerepekben, szerepekben van-e van -e különbség. Keresztényként, Biblián azt mondom, hogy, hogy szerepeinkben, és, és, abban, hogy, hogy, hogy ki, mi tesz boldogás, hogyan élünk, mi a bioritmusunk, ebben, ebben van különbség, és butaság lenne ezt tagadni. Tehát, hogyha visszatérünk ide ehhez a, ehhez a kutatáshoz, akkor én nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy egy nő azt tudja mondani a élete során folyamatosan haladva előre, hogy én a gyerek nélkül ugyanolyan boldog vagyok, ugyanolyan kiegyensúlyozott vagyok, és, és nekem ez abszolút nem hiányzik. Ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy nő így gondolkozzon. Vannak ilyen hölgyek, állítólag. Vannak Sőt. ilyen hölgyek, de hogy... De hogy É, ugye éppen mondtad, hogy sok emberrel találkozunk, hogy hogy azért valahol mindig ez, és a, sokan nyugdíjas korukba jönnek rá, amikor véget ér a karrier, és akkor hirtelen nyugdíj, hogy azt a hát egyedül vagyok. Beletettem 40 évet valami, valami szakmába, valami karrierbe, orvos voltam, nem tudom mi voltam, egyszer csak ott vagyok, és akkor a, a, hiányzik, hogy, hogy nincs kihez menni, nincs gyerekem, nincs, 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 nincs unokám, nincs aki meglátogasson. És tudod, hogy mi szokott ilyenkor történni? Hogy egyszer csak lesz egy fogadott lesz egy fogadott gyerek, lesz egy fogadott unoka, és akkor ez próbál valamiféle ült betölteni. És ő maga nyilatkozik így, sokszor, ilyen, sokszor így, így idősebb korban, hogy hát igen, ő az én fogadott unokám, és alig várom, hogy jöjjön. Igen. Szóval ott van az emberben ez, és főleg a, én úgy vettem ezt, hogy a nőkben kifejezetten ott van, hogy vágynak arra, hogy hogy, hogy családban, hogy, 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 hogy ez a kapcsolati háló ez, ez meglegyen biblikusan ezt, ezt, szerintem nagyon fontos elmondanunk, és miközben a kereszténységet nagyon sokan elmarasztalják, hogy, hogy a nők helyzete, meg hogy a nőkkel kapcsolatban hogy bántak, meg hogy bánnak, ne felejtsük el, hogy a Bibliában van egy olyan társadalomban, mint a római társadalom kimondva, hogy aki a gyülekezetbe jön, aki a keresztény közösséghez tartozik, ott tulajdonképpen Krisztusban nincs nő, nincs férfi, nincs szolga, nincs szabad. Tehát, hogy a keresztény gyülekezetben megvalósul a teljes egyenlőség és ezt olyan sokszor elfelejtjük. Nem tagadom azt, hogy az egyház hibázott az elmúlt évszázadok során, de hogy az alapvető keresztény érték az ez, hogy egyenlő értékét tekintve, és hogy így kellene egymásra tekintenünk, és így kellene egymást segítenünk. És még egy dolgot hadd tegyek már hozzá ehhez, hogy ez a felmérés, mintha azt sugalná, hogy hát baj van azzal a nővel, aki nem akar karriert. Én nem gondolom ezt, tehát hogy én, én szerintem ezzel mindannyian egyetértünk. Ez úgy... egy elég fontos pont egyébként, amit most mondtam, mert <laughs> ne, lassan ne, már valahol úgy tűnik, mintha ez valamiféle jellemhiba lenne. Tehát ugye maradjunk már abban, szerintem is egyébként, ahogy a te szavaidból te is olyan ilyesmit mondasz, hogy legyen meg a lehetőség rá, hogy építsen Kaniált egy nőnek nyilván, de ne legyen már kötelező ilyenfajta szerepet betölteni, ha ő egyébként nem akar. Abszolút. Tehát, hogyha, ő, hogyha ő el van a három-négy gyerekével otthon boldogan, akkor miért is? Csak a gondolatmenetnek ez a, ez a vége, hogy hát, tehát, hogyha egy nő abban látja az életének a fő, a fő motivációját, vagy, vagy, ő abban teljesedik ki, hogy Igen. otthon van a gyerekeket gardírozza, segíti, neveli, szereti őket, hát, tehát, hogy, hogy ezért ne legyen már mondjuk egy, egy másodrangú nő, ugyanolyan joga van, ugyanolyan, sőt, én azt láttam, hogy ugyanolyan értelmes, tehát, hogy ne, nem nem kevésbé képzett, nem kevésbé uh, értelmes, tehát, hogy ugyanolyan értelmes, meg legyen meg a választási lehetőséges. Ez a kicsit ilyen feminista uh, oldal, ami, ami sokszor így tolja őket, hogy karriert csinálni, ez, ezt én sokszor veszélyesnek tartom, mert mintha el, átbillennénk erre a erre az oldalra. Ez a vége ennek, csak hogy a, hagyjalak szóhoz jutni, nehogy itt végig Van idő. Nagyon sok, rengeteg gondolatébresztő gondolat volt ebben a szösszenetben. Én ne arra de én nem, 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 is tudok más szemmel tekinteni erre az egészre, és ennek az az oka, és az a válaszom egyébként a kérdésnek arra a részére, hogy megváltozhat-e ez, hogy nem, nem, hamar, vagy nem mostanában, mert hogy már például én is ezt szerint szocializálódtam nagyjából. Tehát mondjuk az én nagyszüleim is eléggé vallásos emberek voltak, de úgy, hát ez most nagyon csúnyán fog hangzani, de mindenki valahogy automatice tudta a dolgát. Tehát amíg mondjuk nagyapám ásta a földet, mert ugye az fizikai munka volt, addig nagyanyám csinálta a száraz tésztát, nyújtotta a konyhaasztalon, dél körül, mikor már nagyon meleg volt, és feljött papa, akkor ugye addigra kész volt az ebéd, megkajált, lepihent, délután ment még vissza egy kicsit a kertbe, tehát hogy, és persze nyilván én erre már unokaként emlékszem, tehát valószínűleg az ő három gyerekük is rendben volt, tehát hogy én ebbe szocializálódtam bele, és valahogy nem is volt ez nálunk túlbeszélve, tehát mondjuk én csonka családban nőttem fel, de azért az életem első néhány évében egész vagy kerek volt a család, de nem, nem igazán éreztem azt, hogy ez a hangsúlyt kapna, hogy én nekem most mondjuk édesanyám így nagyon-nagyon fel akarna törni, és ilyen nagyon ön, önmeg, önmegvalósítás meg, útjára indulna, hanem ott voltunk, Mind a ketten pedagógusok egyébként, egy, de nem ez az eredeti szakmájuk, együtt csinálták a főiskolát, tehát hogy úgy, és szépen haladtak. Tehát, hogy így ment az élet a, a maga medrében. Csak oda akarok kiukadni, hogy én azt gondolom, hogy most már mindent mérünk, és néha ezek a mérések is úgy elbizonyítják az embert, hogy olyan, dolgokat erősíthetnek, vagy hívhatnak életre, ami egyébként mondjuk valakinek eszébe sem jutna. Ha valaki ezt nézi, vagy elolvassa, hogy mit tudom, én azt mondják a Magyarországon a legtöbben, hogy az, hogy én abból, én azt mondjam, a hely, igen, igen, és igen azt mondja, hogy a... mi az, igen. hogy? Igen. Én, hát én aztán, de ez putaság, mert nem, tehát Valóban itt a választás lehetősége nagyon-nagyon fontos, de mondom én magam, én nem azt mondom, hogy egy, egy nőnek a konyhában van a helye. Én örülök annak, hogyha ha belefér más is, hogyha, hogyha megy közben a karrier, megy közben a munka, ma már tényleg azért nem azt a kort éljük, hogy, hogy mondjuk csak apa tanul, csak apa dolgozik, csak apa visz haza fizetést, mert az, az, az úgy egyrészt kevés, kettő, meg más szempontból is kevés, tehát nem csak anyagilag, hanem ugye a hölgynek is igen, kevés csak lehet ez önmagában. Csak, igen. csak igen. megint ott tartunk, hogy nem kéne átesni a lónak a túlsó oldalára, mert ez ki van találva. Hát azért hívjuk őket úgy, hogy, hogy gyengébbik nem, nem azért, mert nem szeretjük őket, hanem mert nem ugyanazok a Valószínűleg nagyon-nagyon hosszú idők óta nem ugyanazok a adottságaink és nem ugyanazok a képességeink, és ez valahogy így- így alakul. Igen, bár sokszor mondom, hogy gyengék, nem? Még igen, hölgyek, ez is Az átlagos életkor nézünk többek között. Igen. Meg a, na de még vannak ennek a, ennek a vizsgálatnak elég komoly, vagy félig komoly, de érdekes részei. Egyikét, amit mondasz, annak kapcsán csak megjegyezném, hogy Nekem azért volt meglepő, amit olvastam, mert azért manapság is már jó pár pári Magyarországon van egy nagyon ezzel ellentétes tartalú hírfolyam, fősorba bekerülő ö, ö, hírtömeg, ami arról szól, hogy ezek mind butaságok, maradi, ostoba dolgok, és maximum a, a földesúr szerű ö, guztustól a magyar férfiak nyomják ezt a. Ö, ezt a képet fenntartani miközben már ugye itt úgy van, amit így van, amit így van, és és mégis az látszik, hogy Magyarországon, akkor ezek szerint ez a rengeteg ilyen irányú kezdeményezés, felhorgadás, a genderesek, meg még egy rengeteg tézis van meg, ami mostában jelentkezett az elmúlt pár évben Magyarországon nagyobb tömegbe, vagy nagyobb hangsúlya, azok ezek szerint, bár ez a nyilván ez a vizsgálat egy picit hamarabb készült, de már az összeért a két dolog, olyan nagyon nem rengette meg a magyar családképet, vagy magyar társadalomképet ilyen szempontból. Ez az egyik része. A másik része az, hogy akkor beszéljünk konkrét dolgokról. Oké. Okay. Ott van. gyes gyed Menjen a férfi. Tehát ott van például. Ugye azt mondja a, a, a magyar, azt mondja a tízből nyolc magyar, azt mondja, hogy hát azért ne a férfi menjen be, hanem a nő mi nyugatabbra tűrünk, most hagyjuk Skandináviát, mert azért ott, 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 ott értem, teljesen jogos, ott a, a skandináv metál a legnagyobb vallás most vagy nem tudom, az, az, is elmúlt a 80-as években, de a lényeg, hogy, hogy azért azt látjuk, hogyha nem is éjszakra megyünk, de nyugatra megyünk, azért tényleg releváns különbségek vannak a magyar és az ottani szemlélet között. Bár nyilván a társadalom sok, sok, színűsége, hogy így mondjam, az is ott is mérhető, vagy tetten érhető. De az biztos, hogy ott komoly tömegek mondják azt, hogy abba teljesen, tehát semmi nincs, teljesen normális, hogy a férfi megy el, mondjuk gyesse és van otthon gyerekkel. Még a magyarok azt mondják, hogy hát azért nem annyira tömegi, nagy tömegű, azt mondják, hogy nem. Például ez, 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 hogy látjátok? Ez egy teljesen konkrét dolog. Szerintem ez, egy, ez, azért nagyon nehéz kérdés, mert ahhoz kapcsolódik, amit az előbb mondtunk, ezt a statisztikát, hogy, hogy körülbelül az ilyen 80%-a a magyaroknak úgy gondolja, hogy a férfiaknak a, a, a feladata a családnak az anyagi biztonságának a megteremtése na most Tulajdonképpen aki azt választja, hogy gyesre vagy gyedre megy, az tudatosan azt választja, hogy otthon anya lesz a fő kenyérkereső, és ő feladja ezt a fajta, mondjuk, hogy, mondjuk, hogy elgondolást, mert hogy nem, 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 nem törvény ez, tehát persze, hogy lehet szab, persze. szabadon választani. Így van, így van. Itt én ugyanazt gondolom, hogy, hogy a, a szabad választásnak a lehetőségét ezt érdemes meghagyni, viszont a tapasztalat ezzel kapcsolatban az, hogy hogy azért az, az a családon belül tud némi zűrt okozni, amikor a feleség ö, válik a fő kenyérkeresővé, és mondjuk a feleségnek lesz a, 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 a jövedelme, mondjuk a duplája a férjénél, akkor én szerintem ott azért a férfiként nagyon helyén kell lenni a, 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 a dolgoknak, hogy ezt jól tudja kezelni, jól tudja kezelni egy férfi mert, hogy, mert hogy, ha már itt férfiak ülünk egy stúdióban, azért az, azért az, nagyon nehéz. Én meg vagyok győződve arról, és ezt mondjuk a Biblia alapján gondolom, hogy, hogy, egy férfinak egy feladata a családnak a vezetése, hogyha másképpen akarom mondani, akkor a családnak a pásztorolása, ha megint másképpen akarom mondani, akkor ez a szolgáló vezetés. Az hogy az a feladatunk, hogy a családunkat abban segítsük, hogy olyan módon kiteljesedjen az életük, Uh, hogy közben a értékeket tanulnak, vesznek át, szereznek meg, de hogy, de, de, de bontakozik az életük. Na most számomra az nagyon, nagyon izgalmas kérdés, hogyha valaki tudatosan vállalja azt, hogy ő, egy gyes, uh, gyed, ez a tipikus, uh, tipikusnak gondolt női szerep, hogy csak a gyerek uh, felnevelése, stb. Igen, amiben Tehát egyébként most hogy csak a gondozása. Bocsáss hogy közel állok, csak egy fontos gondolatnak gondolom, hogy a, mondjuk lássul az első két-három év, ami Magyarországon itt otthon szokás történni, abban az első két-három évben a nők, a magyar nők jelentős része férjével beleőrül, ezt én azt tudom mondani, de ami nem is csoda, tehát az nem magány, egész nap megyerül, hiába az a szeretett kicsi, ő még nem úgy kommunikál, ő még nem olyan társ, mint egy, ugye apuk, apuka dolgozik, hogy a klasszikusan, tehát azt lehet látni, hogy ez nagyon megterhelő egy nőnek is. Na de egy férfinak is, azt gondolom, lehet, hogy egy még még inkább. Sőt, hogyha, hogyha meg Tehát, ha értitek, ez okay. szerintem nagyon igaz, de, de hogy ha behoztad ezt, azt hiszem, azt fogom mondani, hogy 1-6 éves korig ugye pszichológiai vizsgálatok mutatják, hogy a gyereknek a jelleme, jellemének kb. 70-80%- akkor, akkor alakul ki, de hogy egy három éves kora között a legnagyobb szüksége a gyereknek az anyára van. Hát jó, de most most a mai világban, amikor. Ö tudjuk azt, hogy a melegházasság teljesen elfogadott dolog már Európának a nagy részén, meg az Egyesült Államoknak is több tartományába, több államában. kezdve akkor már ezeket a, hogy mondjam, nagyon-nagyon idézőjelben mondom, hogy avitt és biblisztikus elképzeléseket akkor el is felejtetjük. Tehát akkor miről beszélünk? Tehát hogy ezt Anya, vagy lesz anya az egyik férfiből, vagy értitek? Tehát most nem akarok a mélyen ásni, mert nyilván nem pontosan erről beszélünk, és igaz, értem, amit mondasz, sőt, tehát elég sok tudományos bizonyíték van amit most mondasz, a hiten túl, meg az érzelmeken túl, de hát ez így megváltozni látszik, csak erre akartam utalni. Igen, a kérdés az, hogy, hogy minden változás fejlődése. Nem vagyok erről meggyőződve. Tehát, hogy nem minden változás eredményez fejlődést, sőt, a történelem azért erre, erre jó bizonyítékokat ad, hogy vannak olyan változások, amik visszafelé való fejlődést eredményeznek. Azt viszont gondolom, hogy minden fejlődésben kell, hogy legyen változás, és a kettő az abszolút nem ugyanaz. Ebben az esetben én nem látom azt, hogy, hogy ez előrébb vinni, és, és mondom, férfiként én nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy, hogy otthon vagyok, és miközben. Egyetem nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy egy férfi, valamiféle olyan érzelmi biztonságot tud nyújtani, és olyanféle érzelmi megnyilvánulásokat tud tenni, mint egy nő. Tehát, hogy, hogy, hogy én, én a feleségemet látom, és hogy, hogy a feleségem a, mennyi mindent ad magából, ahogy a lányaimat szereti, ahogy, ahogy, ahogy körbeveszi őket, ahogy, 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 ahogy úgy törődik velük. Én sokkal, én maradok otthon időközönként a lányokkal. Persze. Tehát, hogy a feleségem elmegy Angliába, mert a persze. céggel kiküldi, akkor én maradok otthon velük, és akkor, akkor nálunk én tudom azt, hogy ez mit jelent, hogy akkor katonásabb rend van, akkor izért nem megyünk nyolckor aludni, mert akkor mert a az van. De hogy a feleségem, hogy jaj, ne sírj már, oda bújok melléd, és. Tehát, hogy, mm. hogy azt én tudom magam, én nem tudnám azt, azt úgy, úgy, úgy megadni. És nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy egy férfi, úgy tud viszonyulni egy ilyen uh, kisgyermekhez, egyetlen gyermekhez, ahogy egy nő tud. Szóval szerintem a nő ebben utánozhatatlan, hogy ő a családnak ez az ez a érzelmi, uh, érzelmi központja, ahogy, ahogy ő hozzááll, ahogy ő szeret, ahogy ő ad, ahogy ő az érzéseit megéli, ahogy ő tulajdonképpen a családnak ezt a lüktetését megadja, ebben pótolhatatlan egy nő. És szerintem mi férfiak ebben nem tudjuk őket nem tudjuk őket pótolni. Viszont egy férfit sem lehet pótolni, ezt meg a későbbi kimutatások, kutatások mutatják, hogy, hogy egy apának a szerepe tulajdonképpen itt három éves kor után, hogyha egy jó apa van, akkor ugye John mennek a kutatásai egyértelműen erre, erre visznek bennünket, hogy az érzelmileg fejlesztő szülő és egy jó apa, az, az, tulajdonképpen mennyi, mennyi, most hadd mondjam már ezt a szót, hogy áldást jelenthet egy, egy, egy család és egy gyerek számára. Áldás alatt azt értem, hogy, 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 hogy valamiféle egészen különös testi, lelki, szellemi pozitívumot tud, tud, hozzáadni, hogyha a helyén van. És ugyanez, hogyha nincs a helyén, és például mondjuk Amerikában van egy csomó ilyen kutatás, ahol, hogyha nincs apa, akkor a gyerekből jól látható módon kimutatható, hogy mi, mi, mi az, ami hátrányokat hát számít. Igen, gondolom már. ezt még talán a legmodernebb gondolatok is sem vitatják, gondolom, nem zsemélem, hogy <laughs> ez talán elfogadható. A egyetlen gondolat jutott csak eszembe, és nem akarom tényleg húzni ezzel az időt, de hogy pont most Benji-től is nagyon sok ilyen elhangzott, és azért, hogyha magunkba belenézünk, Nincsenek átfedések? Tehát, hogy ezt amúgy nem, nem úgy kell ezeket a méréseket sem venni, pont azon gondolkodom, hogy fekete és fehér. Persze, hogy nem. Hát rengeteget veszünk át egymás szerepéből. Milliószor. Hát melyikünk nem főzött még, vagy mit tudom én, nem ragadta meg a porciót, vagy nem tud, tehát valami, valamiben azért csak van szerepsere. Igen, én De... az egészet csak azért mertem egyáltalán témaként elővezetni, mert nagyon releváns a különbség, és egy általános magyar társadalomképről van szó. tehát Nyilvánvalóan vannak Persze. átfedések, sőt, hát azért szerintem, remélem, hogy azért igen kevés a magyar család van, ahol a nő csak a izé tudom a hagymapucolás mellettől, a férfi az... meg csak és kizárólag a döglik otthon a munka után, tehát remélem, hogy azért nem sok ilyen magyar család van. Különben is legtöbbször ilyet az amerikai sorozatokban lehet látni, a szitkomokban, nem is Magyarországon. Úgyhogy lépjünk tovább, de nagyon-nagyon mélyreástunk szerintem, de gondolatébeztűnek mindenképpen jó volt. Így a műsornak a második felé, a vége felé azért azt egy kicsit könnyedebb témát hagydobjak ide közétek, balszangoljuk szét. Most jön az az időszak az évben, amikor utazni szokott volt a magyar. Ezt első kérdéskérdés kérdezném meg egyébként tőletek, hogy mit szóltak ehhez a jelenséghez, hogy már nem is a nyári szabadságolásokról van szó klasszikusan Magyarországon sem, sőt nem csak a téli síjelésekről van szó, hanem tényleg most már lehet mondani, és pártnak ki lehet jelenteni, ezt mutatják a számok is, hogy divatba jött Magyarországon is, hogy karácsonykor utaznak el az emberek. Nyilván nem mindenki, de egyre nagyobb tömegek nem töltik a karácsonyt otthon, hanem elutaznak valahova. Nyilván szilveszter, új év, gyanánt ez eddigi szokás volt, de most már karácsonykor is, hát ez külföldön nem egy nagy, tehát tőlünk nyugatabbra nem egy olyan új szokás, de itt Magyarországon azért azt kell mondjam, talán az elmúlt 10-15 évben lett ez igazából kidomborítható, és nyilván most nem arra gondolok, hogy rokonlátogatást, tehát abszolút nem, hanem hagyományos ért, vett turisztikára, turizmusra gondolok, szálloda, stb. stb. Mit kezdünk ezzel a jelenséggel, szerintetek? Üdvözöljük, hagyjuk békén, ne foglalkozunk vele. Akkor teljesen konkrétak érzem. Szerintetek jó ötlet? Vagy hogy látjátok? Hogy most, most megyünk nyarán? Nem, ha nem. Azt hogy mondjuk karácsonykor nem otthon vagy, vagy nem a lokonokat látod végig, hát. hanem azt mondod, hogy kiszakadsz ebből a hagyományos, uh, ilyenkor Aha. megszokott uh, körforgásból, ami azért nem mindig egy rányálom, azért ismerjük be. Tehát most azért azt az nem mondom, hogy áltatoskodjunk, és azt mondjuk, hogy jaj, hát csilingeljen a csengő mindig folyamatosan, és a könnyes szemek között az ajándékok kibontása közepette egybeforra a, a feminin, mert azért nem mindenhol így van, ezt Aha. tudjuk, tehát legyünk őszinték. De nem biztos, persze, csak tényleg csak kérdezem, hogy erre jó válasz az, hogy elmegyek egy fitness wellness szállodába, és belefekszek a meleg vízbe. Tehát nem tudom, ezt csak úgy felvetettem. Hát ez egyéni szinten dől el, hogyha engem kérdezel, akkor szerintem nem jó. Én, én egy vaklóért nem adnám azt a még ha pörgős is, mert saját magunkat ebbe a hülye világba bepörgetjük karácsonyra, meg karácsony előtt, meg még 24-én délelőtt, még kenyérért rohanunk, meg nem tudom. Legalábbis nálunk ez bármennyire is próbálunk lenyugodni, de azért 25-26-ára szerintem mindenki érzi azt, hogy, hogy van egy kis ülepedés, és most elég mozgalmas évünk volt nekünk is, és ma belegondolok abba, hogy még szervezzek meg egy utazást is. <laughs> Nem. Tehát, hogy pont arra várnék, hogy nem is kell kimozdulni. Mm -hmm. Igen, egy mm -hmm. kis fenyőszag, megvan mm. annak a, a feeling, ráadásul új ez az egész, mert ebbe az otthonunkban még nem volt karácsonyfa, tehát most minden olyan dologgal, ugye első babás karácsonyunk, tehát minden olyan dologgal fel vagyok villanyozva, hogy eszem ágában nem lenne, de korábban sem. Én szeretek ügyködni a konyhában karácsonykor, szeretem ezt az egészet megélni, első nap lejárni a szülőket, másnapján már tényleg csak eddig kettesben, most már hármasban lenni, tehát én, én, én maradnék. Én azt látom, hogy a, a karácsony az egyik legmagányosabb ünnep lett így az utóbbi időszakban. Ez a magányosság a magyar társadalomban is komoly problémákat okoz, és sokszor, mintha azt a, azt a lelki ö, űrt, vagy ezt a lelki magányt próbálnánk azzal pótolni, hogy ilyen, ilyen Fizikai kényeztetést adunk magunknak. Uh -huh. Szerintem a karácsony, miközben az egyik legmélyebb üzenetével bír az ünnepek közül, a közben ott van benne az, hogy, hogy ezt, a, ezt a fajta örömöt, amit, a, amit ünnepelünk ekkor, a legjobb a családdal együtt megélni. Szóval, hogy én, én ebből nem hagynám ki a családot semmiféleképpen sem. Ugyanakkor viszont az hozzátartozik az igazsághoz, hogy mi a feleségemmel karácsony után és szilveszter között el szoktunk menni rendszeresen egy, egy ilyen uh, három-négy napra. Uh, lányokat otthagyjuk a nagyszülőknél, értékeljük az évet, és megtervezzük a következő évet. Tehát, hogy úgy, nekünk vannak ilyen, ilyen e, e, tulajdonképpen úgy hívjuk ezt, hogy ilyen, ilyen e, családi elvonulás, de csak ketten tesszük meg, uh, tehát házaspár igazából. És akkor, és akkor visszük magunkkal a határidő uh, nekünk Olyan. Persze, és akkor átnézzük az évet, és akkor bennünk ilyenkor Aha. egy csomó hálaok megszületik. Tehát hogy mi, mi, mi nagyon hálásak vagyunk. Istennek azért, hogy, hogy egy csomó dolog történt velünk, és egy csomó jó dolog történt velünk. És akkor a jó dolgokért nagyon hálásak vagyunk, a rossz dolgokon meg egy kicsit így végig gondoljuk, hogy mi volt benne a mi részünk, és mit lehet jövőre másképp csinálni. Aztán a, a, hát a pihenésnek a második felében meg elkezdjük, elkezdjük átbeszélgetni, hogy na akkor a következő évben akkor ez lesz, most ugye nálunk arról szóltam a tavalyi ilyen elvonulásunk, hogy hát bítja lesz, hogy segítsük, mit, 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 hogy, a lányaink, a költözés, mi volt jó, mi volt rossz, és akkor elkezdjük tervezgetni az évet, és akkor van egy pár ilyen, ilyen jó, erősen beírt dátum a naptárunkban, amikor tudjuk, hogy ez most a család, és akkor bárhova jön meghívás, akkor nem megyünk. És akkor az úgy, nekünk ez erről szól, hogy ilyenkor a feleségemmel kettesben nem csak értékelünk, hanem tervezünk is. És azért nagyon szeretem, tehát hogy, 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 hogy ez, ez, összekapcsolódik. Értem, bocs, de tényleg most meg kell jelznem, hogy abban az irányban is vigyem a dolgokat, amiben, amit meg szeretnék kérdezni, hogy ott tartunk, egy kicsit nagyon tetszett, amit mondtál, ott tartunk, hogy a szállonába. Igen. A helyre, szuper. Mondjuk tíz elmentek, tegyük valamikor valahol. <síns> Van egy nagy szaport vagy a szakportál csinált egy elég jelentős kis felvéréses két erről a dologról, hogy mi zavarja leginkább a szálló vendégeket, amikor pihenni szeretnének. Tehát ott tartunk, hogy ott vagytok. És tök jó, még a gyerekek is, nagyszülőknél, tehát elvileg egy nyugodalmas életszituáció jöhet létre. Igen, ám, de az derül ki a, a a, hogy a magyar szállásokon ő, kb. 80%-a az az embereknek, aki valami miatt panaszkodik, valami nagyon zavarja. Tehát csak minden ötödik magyar az, aki úgy gondolja, hogy különösebben nem zavarja semmi. Na de mi zavarja a magyarokat a szállásokon? És lehet ez négy csillagos, csilagos, egy kis panzió, egy e, elittebb szálloda, ilyen szempontból van, hogy mindegy. Hát e, zavarja őket például a nyilvánvalóan a a, hogyha valakik nagyon buliznak, hogy így mondjam, tehát nagyon nagy zajjal e, e, érzik jól magukat. Aztán szintén meghatározó panasz, ha valakik nagyon intenzíven hangos nem éltet folytatnak, tehát ez is egy nagyon-nagyon visszatérő és hagyományos panasz szokott lenni. Illetve, ha már ilyen szerkalácsonyi hangulatban vagyunk, a gyerekeknek az írta ricsaja az, ami zavarja még a magyarokat. <laughs> e, pláne, hogyha nem az övék, ugye, mert ugye a, még a sajátjait az ember meghallgatja, de másnak a három esetlegesen nem annyira jól viselkedő gyerekét nem feltétlenül. Most mit lehet azt mondani, hogy hát azért vannak ott, hogy burizzanak, vagy azért vannak ott, hogy szeressék egymást, vagy azért vannak ott, mert gyerekek hát hogy hangoskodjanak. Azonban szerintem a nézők többsége is azt mondja, hogy igen sokat hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nekünk még sose volt ilyen élményben részünk, és soha nem zavart minket az, hogy esetlegesen ilyen zajok, külső hatások értek minket. Titeket mi zavar egyébként? ha ilyenkor pihennék. Én megmondom őszintén, ha lehet ilyen magammal kezdeni, őszinte vagyok. Én például ez a gyerekzsivaj verzió, az nem már megtörtént. Esküszöm a gyerekeket, de amikor az ágyamtól uh, légvonalban lég, körülbelül egy méter, 30 centire nyilván a üvegfalon túl, uh, tehát nem a helységbe Aha. három gyerek uh, valami artikulátlan takonykenés és üvöltözés közben volt. hát tehát nyilván nem megyek kis bár nagyapám azt csináltam volna, de, és nagyon szeretem a gyerekeket, de hát azért azt mondani, hogy az engem nem zavart, az erős túlzás lenne. Aha. Hát nem tudom, mert uh, igazából tényleg mindegyik volt. A buli az annyira nem szokott zavarni, mert általában én is akkor bulizok. Hogy a vész meg Abszolút igen. szolidáris vagyok. a, a, a szeretkezés Na, akkor, akkor is szolidáris vagy? Igen, igen, vegyük úgy. Hát mondjuk szerintem azokor osztályok, ez... osztály, akik a hanggalálmodásos ah. pornofilmeken nőttek föl, szerintem azok nem, hiszem, hogy meg egy Tehát, ilyen kihívástól. Nem, de... ettől nem omlottam még össze. Igen. Mi volt? Ja, gyerekzsivaj. Ott viszont már volt olyan, hogy a ház majdnem összeomlott, de igazából ott meg a szállásadó jött, hogy zavar-e bennünket, de úgy mindig úgy alakult, hogy 8-9 óra fele csak letették a három srácot minden este, szovártán volt úgy. És akkor meg már tényleg, na, mm -hmm. tehát amíg úgy alkalmazkodtak a, a mi ébren létünk, az úgyhogy nem, nem igazán. Engem megmondom őszintén az inkorrektség zavar, tehát ha valami valamilyen feltétele időközben változik, tőle volt olyan, hogy elmentünk bográncsazni egy hosszú hétvégére Eger mellé valahova, és a végén kifizettették velem a tűzifát még extraként. Tehát ez ilyen kis plusz dolgokat, ezeket úgy megjegyzem, és azt mondom, hogy akkor ide nem jövök többet. Mm -hmm. uh, Hát meg ami otthon is, tehát hogyha, hogyha nagyon nagy kosz, meg, meg, tehát amikor ilyen, ilyen undi körülmények fogadnak, az, azt azért úgy nem, azt nem szeretem. Ezek jobban zavarnak, mint az, hogyha valaki nyögdécsel a szomszéd szobában. Tehát... <laughs> Értem én, csak de tényleg egyébként mondom, Jogos. tehát a, a magyar embereknek azért most már körülbelül a fele rendszeresen utazik és nekik a 80%-nak vannak ilyen problémáik, amiket jeleznek mm. is tehát ez egy bármennyire is ilyen nekem is félig viccesnek hat, egy teljesen létező létező probléma halmaz Jogos. A... Pláne, hogyha kifizetsz, bocsáss meg mondjuk egy azért százezes racsájú pénzt adott esetben, mondjuk egy hosszú étvégéért akkor azért az ember lehet, hogy joggal várja el, hogy legyen lehetősége pihenni esetleg. I igen, uh, engem, engem az zavar a legjobban, ilyenkor, amikor tömeg van. Én, nagyon, én azt nagyon nehezen. Tehát, hogy, hogy akkor, ha, ha, tömeg van, olyan helyre megyünk, akkor igyekszünk a, én legalábbis biztos, és felségemnek is így muszáj, elkerülni a, elkerülni a tömeget. Tehát, hogy, hogy, én azt nagyon nehezen amikor a vízben, itt a 80-an vagyunk egyszer, uh -huh. és akkor így szorongunk. Abszolút a... igazad van. Azt, azt, azt nagyon nehezen bírom, és akkor igyekszünk olyan helyekre menni, ahol, ahol ezt így elkerülhetjük ezeket a. Mert nagyon szeretek, nekem nincs semmi bajom az emberekkel, szeretek velük foglalkozni, szeretek velük beszélgetni, de az évnek ez a, ez a része, ez pont arról szól, hogy csak a feleségemmel kettesben, csak a saját dolgaink, nem akarunk uh, új barátokat szerezni, nem akarunk <coughs> új emberekkel megismerkedni. Ott, ott tényleg ennek ez egy, ilyen, ez egy ilyen kiemelt időszaka az évnek, és, és az, az csak, a, csak a miénk. És uh, akkor a tömeget azt nagyon. Tehát, hogy akkor, akkor általában megyünk szaunázni, és akkor a szaunában ülünk, mert oda nem nagyon jönnek, mert uh -huh. mindenki uh, pancsizik ilyenkor évvégén. És akkor mi, mi akkor szaunázunk, akkor, akkor. Tehát, hogy kicsit igyekszünk ezt, ezt így más, másképpen megoldani. De hogy, de hogy ez, ez az egyik. A másik dolog az, az, az valóban az, hogy, hogy ugye most ú, úgy vannak már ezek a szállodák építve, hogy ilyen, ilyen maximális helykihasználás, és akkor tényleg valóban nagyon közel vannak egymáshoz az emberek. És hát semmi gond nincsen, amikor, amikor mondjuk egy táborban vagyunk, mert ott az ember erre fel van készülve, de amikor tényleg az a kikapcsolódni, kicsit így embermentes napokat tartani, akkor az úgy kicsit rosszul veszi ki magát, hogyha így, így közel van. Mi általában azt szoktuk kérni, hogy, hogy lehetőleg valamilyen olyan szoba legyen, ahol, ahol így, vagy sarki szoba, és úgy messze vagyunk, vagy, vagy úgy nem, nem közel, nem könnyen megközelíthető. Egyszer volt olyan, hogy, hogy így a, a, folyosón, a folyosón volt a. a tehát hogy így, ó, gyakorlatilag nagyon közel voltunk a recepcióhoz. Szörnyű volt. Tehát, hogy jönnek az emberek, persze nekik ez természetes, mert intézik a saját dolgukat, próbálnak be, még meghallgatjuk, hogy itt uh, ki, hogy vitatkozik aztán a, a számláján. Ez, ez mondjuk minket eléggé. Zavar, oda nem is megyünk mm -hmm. vissza többet. Tehát, hogy, hogy a, ahol, ahol ez megtörtént, oda nem. De ez az, ez az egyik, és aztán, hogyha még ezen felül kell valamit mondani, akkor akkor nagyon nehezen viseltem az elején azt, amikor ilyen bújtatott történet volt, tehát hogy, így, hogy ilyen ilyen kötelező borra való, és akkor ugye kihozták a számlát, és akkor benne volt egy ilyen, ilyen nem tudom, hát ilyen, ilyen írt, ezeken a helyeken ilyen írtatosan magas borra való, és akkor így. Hát legalább tüntessék fel valahol, amikor itt ezt, ezt meg. nem volt benne az ajánlatban. Nem nem, 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 Hát, uh -huh. Tehát, hogy az a semmi gond nincs, amikor oda fel van írva, hogy az étlapra, hogy, hogy, és akkor plusz ennyi borra valót felszámítunk azért a kiszolgálásra. Hát, oké, hát tudjuk, hogy így kell rendelni. De hogy, de hogy itt nem volt, és akkor hozták a számlát, és akkor hát ez, ez mi? nem, nem azért, mert zsugoriak vagyunk, de hogy, de hogy így mm. nem gondoltunk ennyi ekkora összegű borra mint annyi az étel volt, és akkor egy kicsit így meg, meglepődtünk, tehát ezt a helyet sem látogatjuk mm. meg újra. Megértem, hogy mindenkinek meg kell élni valamiből, azt gondolom, hogy az inkorrektséget termített, hogy, 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 a korrektséghez akkor vagy tüntessük fel, hogy akkor itt ekkora összegű borravalót számítunk fel, vagy akkor, 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 ez legyen egy tetszőleges dolog. úgyis is azt gondolom, hogy hagyunk ilyenkor borravalót, mi is hagyunk csak akkor azt hagyd döntsük el mi, hogy mekkorát. Igen, hát abszolút igazad van. De most eszembe jutott így a végére az, hogy, a, hogy, ugye ezt a három főjogot sorolták föl, hogy ne legyen buli. Uh -huh. Na, olyat még nem láttam, hogy olyan szállod, ahol nincs bár. Ne legyen, hát nem élet uh -huh. hangosan vagy intenzívebben. Hát ezt hiszem, hogy mondjuk meg lehetett tiltani, hogy eleve úgy kínja az ajátot, hogy nálunk senki nem abszolút <laughs> furcsa lenne, viszont olyan már olvastam, és akkor ezzel zárjuk a műsorunkat, hogy gyerekmentes. Uh -huh. Ezt uh -huh. már csinálják, tehát vagy gyerekbarát, vagy gyerekmentes, úgyhogy lehet, hogy a másik két ágazatban is elindul majd ez a piaci űrbetültése. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És köszönjük. köszönjük a lehetőséget. Nézzük, de köszönöm a figyelmet, minden jót viszlát!